Szevasztok, srácok, ez itt újra az Építs Fel, és hát ahogy itt látjátok mellettem, ismét egy unboxing adással jelentkezni, mégpedig kettő nagy darab doboz érkezett ide, és ezek azok a dobozok, amit már az előző ilyen adásban is említettem nektek, hogy valamiért megfogta a vám, de végül, végre megérkeztek, úgyhogy a LEGO Store Budapestnek hála ismét van két doboz, amit most ki is mondok előtetek. Ahogy látható is rajtuk, nagyjából két egyforma méretű dobozról van szó, viszont ez ne tévesszen meg titeket, ebben a dobozban pár készlet van, pár, hát nem kisebb, de több készlet fér bele ebbe a dobozba, még a hátsóban egy giganagy szett van, úgyhogy szerintem kezdjük is azzal, nézzük meg, hogy mi van ebben a giganagy dobozban, csak ahhoz egy kicsit át kéne rakni máshová. Nézzük is meg, hogy hogyan is áll egyáltalán ez a készlet, hiszen hát majdnem egy hónapot állt a vámon. Ahhoz képest azért annyira nincsen rossz állapotban a doboz, úgyhogy én eléggé meglepődtem, hiszen a másikat láttátok, hogy még azt ki is bontották. Ezekhez egyáltalán nem nyúltak, fogalmam sincs, hogy ezt most miért fogták meg, miért tartották ott, de végül szerencsére megérkezett a két maradék doboz is, úgyhogy én azért eléggé jó reményekkel nézek bele ebbe a dobozba. Szerintem nagy baja nincsen, várjatok, kiveszem. Már aki bírnám venni, csak a bátunk. Beleszorította a bátunk. Pont fejjel a tele van. Látok, fordítom, de már így is láttátok. Ez a vadonatúj Disney-s készlet, a vadonatúj gigászi Disney kastély végre megérkezett hozzám, és ez már egy újrakiadás helyjel közzel, hiszen már volt egy régebbi hasonló méretarányban kiadott Disney kastély. Nézzétek meg fönt, ha esetleg még nem láttátok. Mondhatnák azt, hogy ez egy újra kiadás, de azért némi változás történt benne, nem csak a színeket cserélték ki, hanem egy-két részt is hozzáadtak, meg a belsejét is megváltoztatták, hát ez majd a bemutatóból kiderül, hogy végül mi is a változtatás rajta, de tényleg gigászi nagy szetről van szó, 4837 darabos, ez a 43222-es készlet, és természetesen a 100. évfordulóját ünnepli. Ez a szett is, és hát láthatjátok, hogy nem kicsi. 59 cm széles, és 80 cm magas. Kíváncsi vagyok rá, kastélyok. Tudjátok, szeretem a kastélyokat, úgyhogy én erre eléggé vágytam, úgyhogy végre megérkezett. Ez a szett is. Haladjunk tovább, nézzük meg, hogy mi van a másik dobozban. A másik dobozban, ahogy mondtam is, szerintem több készlet van. És pukkantás fólia. Pukkantás fólia, az mindig kell. Ezt kirakjuk. Oké, még puki. Tele vagyunk pukival. Először is vegyük ki a kisebbet. Ez egy kisebb Elegoo Iconsos set, emlékezzetek vissza, azt hiszem júniusban jelent meg, vagy júliusban? Valahogy így, ezen a tájékon megjelent egy ilyen kis japán kertes set, és nagyon hasonlít a megjelenés a néhány évvel ezelőtti bonsai készlethez, bár ugye az egy ilyen kifejezetten növényes vonalat erősítette, de egy első ránézése nekem egyből az jutott az eszembe. Lego Icons feliratunk van, 10315-ös ez a készlet, és 1363 darabos, és még egy ilyen kis koi pontyos logót is kapunk, és a másik oldalon a méretét is látjuk, 32 cm hosszú, és 21 cm magas, és nagyon érdekes növényeket lehet majd összeépíteni, ahogy látom, még bambuszt is kell, és természetesen ez a tradicionális ázsiai japán házikót is össze lehet építeni, gyakorlatilag egy pagoda lesz ebből a szedből. És hát nézzük meg az utolsót, hiszen ebben van egy másik nagyobb szed. Ami Amerika kapitánynak a pajzsa végre megérkezett hozzám is. Volt már tavaly egy hasonló próbálkozása a Legónak, hiszen akkor kiadtak egy kalapácsot, Tornak a kalapácsát kellett összeépíteni, hasonló vonalban megy a Lego idén is, csak jelen pillanatban Amerika kapitány pajzsát kell összeépíteni, ami első ránézésre is eléggé repetitívnek tűnik, de hát majd a bemutatóban elmondom nektek, hogy mennyire is volt az.
sajnos élek a gyanúperrel, hogy ez nagy valószínűséggel az lesz, és egyébként ez is nagy szett. 3128 darabos, 7262-es a készlet, kiállítási darabnak egészen jól mutat, már csak a méretére vagyok kíváncsi, azt hiszem igen, itt rá is írják. Tehát 48 cm magas lesz és 47 cm széles, és még egy kis állványkát is adnak hozzá. Na most, hát ezt látnom kell, így hallatra nagyra tűnik. De nem vagyok benne biztos, hogy ez egy egy-egyes arányú pajzs lesz, bár lehet, mert azért nem tudom, ezt majd a bemutatóban kiderítem nektek, megnézzük, hogy egy-egyes arányú-e, hiszen maga a kalapács az volt, azt hiszem, vagy talán még egy picivel nagyobb is volt, mint amekkorának kellett volna lenni, úgyhogy szerintem arányban ahhoz fog hasonlítani, ha a Lego tartja a méretarányokat. Szóval, ebben az unboxingban összesen 3 készlet érkezett, nagy valószínűséggel a holnapi adásban már találkozhattok is, természetesen a legnagyobbal, hiszen mindig a legnagyobbal szoktam kezdeni, általában azok szoktak a legizgalmasabbak lenni, úgyhogy találkozhattok a Disney készlettel a holnapi adásban. Ha tetszett ez a mai unboxing, akkor a lájkokat ne felejtsétek a videóról, esetleg még nem vagytok feliratkozva, akkor tudjátok, hogy mi a teendő, mi pedig találkozunk a következő epizódban. Szevasztok! Yeah!